Szép napot kívánok mindenkinek! Ma a vektorok skaláris szorzatával fogunk foglalkozni. Ahhoz, hogy ezzel tudjunk foglalkozni, először meg kellene beszélnünk, hogy mit jelent két vektor hajlásszöge. Először is tekintsünk két vektort, az A vektort és a B vektort. Ezek a vektorok szabad vektorok, azaz a sík bármely pontjából kiindulhatnak. Először is vegyünk egy pontot, és közös kezdőpontból vegyük fel ezt a két vektort. Ha felvettük őket közös kezdőpontból, illeszünk mind a kettőre egy-egy fél egyenest. Azaz gyakorlatilag a közös kezdőpontból hosszabbítsuk meg ezeket a vektorokat. Így keletkezik kettő darab szög. Ez a fi, és ez a másik, a fi vesző, amit az előbb behúzott két fél egyenes közbe zár. Azt mondjuk, hogy az A és B vektorok hajlásszöge az a keletkező két hajlászok közül a kisebbik, azaz jelen esetben a fi. Ebből az is következik, hogy a fi hajlásszög az 0 fok és 180 fok közé fog esni mindig, hiszen a kettő közül mindig az lesz a kisebb, ami legfeljebb 180 fokos. Ezt nevezzük két vektor hajlásszögének. A skaláris szorzatot úgy definiáljuk vektorok esetében, hogyha A és B tetszőleges vektorok, akkor az A szor B skaláris szorzat az A vektor hossza szorozva B vektor hossza szorozva a közbezárt szögük koszinuszával. Azért hívják ezt a szorzatot skaláris szorzatnak, mert ez egy skalár, azaz egy szám, így aztán ez a szorzás, ez két vektorhoz egy számot rendel hozzá, hiszen az A vektor hossza az egy szám, a B vektor hossza az egy szám, a közbezárt szög koszinusza pedig szintén egy szám lesz. Nézzük ennek a skaláris szorzatnak néhány tulajdonságát. Először is az A vektor szor B vektor, az ugyanaz, mint a B vektor szor A vektor, azaz felcserélhető. Az A vektor plusz B vektort, ha én megszorozom C vektorral, az ugyanaz, mint hogyha az A vektort megszoroznám a C vektorral, és a B vektort is megszoroznám a C vektorral. Ezt disztributív tulajdonságnak hívják egyébként. Nagyon fontos tulajdonság, hogy két vektor skaláris szorzata akkor is csak is akkor nulla, ha A merőleges a B-re. Ezek a skaláris szorzás legfontosabb és legegyszerűbb tulajdonságai egyben. Nézzünk egy példát. Ha veszünk egy szabályos háromszöget, aminek mondjuk minden oldal hossza 12 cm, akkor például az AC vektornak és az AB vektornak a skaláris szorzatát úgy tudjuk kiszámolni, hogy AC vektor hossza szorozva AB vektor hosszával és szorozva a közbezárt szög koszinuszával. Ugye az AC vektor hossza 12, az AB vektor hossza szintén 12, az általuk közbezárt szög az pedig jelen esetben 60 fok, mert a 60 foknak 1/2 a koszinusza, ezért ez 6 12, azaz 72, egyébként négyzetcentiméter. Mi a helyzet akkor, hogyha az AC vektort mondjuk a CB vektorral szorozzuk össze? Akkor ugye ez definíció szerint AC hossza szorozva CB hosszával szorozva a közbezárt szög koszinuszával. Az AC hossza 12, a CB hossza szintén 12, csak hogy, mivel a CB vektor az itt van, és nem közös kezdőpontú ez a két vektor, ezért először közös kezdőpontból kell őket felvenni,
Az azt jelenti, hogy a CB vektort azt ide kell felvenni, hogy közös legyen a kezdőpontjuk, így viszont az is látszik, hogy az AC és a CB vektorok hajlásszöge nem 60 fok, hanem 120 fok. Tehát ezt koszinusz 120 fokkal kell megszorozni. A 120 foknak a koszinusz az mínusz 1/2, éppen ezért ez mínusz 72, egyébként szintén négyzetcentiméter.